Az új Tavares szerint az Európai Bizottságnak lépnie kellene, amikor egy tagállam alkotmányos rendjének és jogi rendszerének rendszer szintű megváltoztatása jogbizonytalansághoz vezet. Egy olyan jogásztestület létrehozását javasolta, mely listát készít a magyar kormány számára a kifogásokról és arról, hogy hogy hozható azonos védelmi szintre az európai és a magyar jog a demokrácia és a szabadságjogok szempontjából. A Fidesz szerint az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói politikai támadást intéztek a magyar családok ellen. Az LMP szerint a jelentés az első alapos dokumentum. A szocialisták viszont nem támogatnák a 7. cikke alkalmazását. Magyarországgal szemben tehát politikai célzatú támadás zajlik. Ez a támadás akkor erősödött fel, amikor a magyar kormány bejelentette a rezsicsökkentést. A Fidesz szerint a multik érdekét képviseli az Európai Parlament is, és azt várja a kormánytól, hogy nyugdíjat csökkentsen vagy vegye el a szociális juttatásokat. Rogán Antal azt kérdezte Mesterházi Attilától, hajlandó-e a rezsicsökkentést képviselni mai brüsszeli látogatása kapcsán. A Fidesz egyébként a munkaanyagnak gondolt jelentést szakmailag is javíthatatlannak tartja. Magyarországgal szembeni kettős mérce eddigi legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hemzseg a tárgyi tévedésektől és ellentétes a közösségi joggal is. Az alkotmányozás kizárólag tagállami hatáskör, mutatott rá Gulyás Gergely. A szocialisták, a liberálisok, a zöldek az Európai Parlamentben megkezdték a választási kampányukat, állította. Hiányolja a jelentésből azt, hogy az alkotmányjogi panaszt bevezette a többség. Nem említi a jelentés, hogy az alkotmánymódosításokat az Alkotmánybíróság nem vizsgálta az elmúlt 20 évben. Az sem igaz szerinte, hogy egy hónapos lett volna az alaptörvény vitája. Az Európai Unió több tagállamában egyáltalán nem létezik alkotmánybíróság, ahogyan az egyházi státusz megadásáról több tagállamban törvényhozás dönt. Azt remélem, hogy jövő tavaszig el lehet húzni az időt, hogy addig türelmet kapjunk, és ne legyen szankció, hanem csak különböző monitoringozás legyen, ahol egyszerűen csak rögzítik, hogy miért nem jogállam már Magyarország, de szankciókat nem vezetnek be, és a következő választásokkor pedig ezt az utonálló kormányt el kell küldeni. A szocialisták nem támogatják a szigorú szankciót Magyarországgal szemben. A jelentés is csak egy kifogáslista elkészítését javasolja, mondta európai képviselőjük ma reggel. Végre egy olyan jelentést olvashattunk, amelyik világosan kimondja, hogy nem a részletekben kellene a különböző európai fórumoknak elmélyedni. Ez pedig az LMP véleménye. Olyan rendszer épül ki Magyarországon, amelyik térben időben korlátlan, mert nem csak, hogy ma nincsenek korlátai, a következő kormányok mozgásterét is megengedhetetlenül, illetve ennyiben a választópolgárok szabad választáshoz való jogát is megengedhetetlenül korlátozza a nemzeti cinizmus rendszere. Haza csak ott van, hol jog is van. Petőfi szavaival ez a baja a jelentéstevőnek a magyar helyzettel. Rui Tavares azt mondta tegnap, kötelességük védeni az uniós polgárok szabadságát, márpedig a magyar alkotmányos átalakulás ezt elvonja. Korlátozza a médiaszabadságot, felszámolja a hatalom korlátait, fogalmazott. Volt igazságügyminiszterekből, európai bírákból álló tímnek kellene elkészíteni egy listát, a jelentésben is olvasható kifogásokból, melyet megkapna a magyar kormány, szólt a javaslattevő. Ezzel gyakorlatilag egy választ is adnánk azon aggályokra, amelyeket kifejezésre jutatott a magyar kormány is, nevezetesen a kettős mérce. Hétfőn Westerwelle német külügyminiszter Budapesten arra utalt, hogy két hete már az Európai Tanácsban is kétharmados támogatást kapott az a tőle származó német-holland-dán-finn közös külügyminiszteri javaslat, amely a jogállam meggyengülése esetére új intézményes eszközöket ad az Unió kezébe, hogyha aggodalomra okot adó jeleket tapasztal egyes tagállamok esetében. Így eljárhasson.